Távolléte miatt válaszadásra a Varga Mihály miniszterelnök helyettes urat jogosította fel. Kérdezem, képviselőt elfogadja a válaszadó személyét. Köszönöm a szót, elnök úr, megvárom miniszterelnök urat. Tájékoztatom, képviselő miniszterelnök úr, következő soron, következő ülésen kíván válaszolni. Tisztelt Országgyűlés! Bangóné Borbé Ildikó, az MSZP képviselője azonnal kérdést kíván feltenni az Emberi Erőforrások miniszterének. Mi történik itt címmel? A miniszter úr távolléte miatt válaszadásra Rétvári Bence államtitkárt jogosította fel. Kérdezem, képviselőasszonyt, elfogadja a válaszadó személyt. Önnél a szó, képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársak, tisztelt államtitkár urak! Az elmúlt héten minden tekintetben, majdnem minden nap rekordot döntöttek azok az adatok, amiket meghallgathattunk koronavírus járvánnyal kapcsolatban. Október 10-én 1374 új fertőzöttet regisztráltak, és október 7-én 24-en haltak meg. A mai nap sem sokkal jobb adatokat hallgathattunk meg, 1173 új beteget regisztráltak, és 14-en hunytak el. Az elmúlt hetekben folyamatosan arról tájékoztattak bennünket kormányzati szinten, hogy az egészségügy fel van készülve a koronavírusos betegek ellátására, a kórházak felkészültek, minden eszközzel rendelkeznek azzal kapcsolatban, hogy minden beteget el tudjanak látni. De arról nem beszélünk, hogy a betegek legelőször, legtöbb esetben nem a kórházat látogatják meg, hanem az alapellátásban a házi orvosokat keresik fel. Ma Magyarországon 562 üres házi orvosi körzet van, praxis van. Közel 720 ezer magyar honfitársunk nem jut hozzá az alapellátáshoz, az alapszolgáltatáshoz, amiért ma súlyos adóforintokat fizetünk. Van olyan település, ahol már 15-16 éve betöltetlen a házi orvosi körzet. Beszélhetünk arról is, hogy a házi orvosoknak a korfája hogyan tevődik össze, és a kormányzat erről nem sokat beszél nap mint nap. 2010-ben még a házi orvosi körzetek 53%-a volt tartósan betöltetlen, 2018-ban már 71%-a. Államtitkár úr, kérdezem én, hogy ezek az emberek, akik napi szinten nem kapnak alapellátást, kihez forduljanak? Milyen esélyekkel indulnak most a járvánnyal kapcsolatban? Szerintem ők vannak a legnagyobb veszélyben ma Magyarországon. Államtitkár úr, ő nekik hova kell fordulni, és milyen szolgáltatáshoz tudnak hozzájutni? Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen, képviselőasszony, tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Rétvári Bence államtitkár úrnak, miniszterhelyettesnek. Parancsol! Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház! Ha körbenéz a világban, mindenhol azt láthatja, főleg itt Közép-Európában, Nyugat-Európában, hogy folyamatosan fut föl a járványnak a második hulláma, ami Magyarországon történik, azzal párhuzamosan hasonló emelkedések második hullám van más országban is. Hála Istennek Magyarországon a meredekség ennek nem akkora, mint más országokban, hiszen hogyha ön megnézi mondjuk Belgiumot, ott a fertőzöttek száma egy hét alatt 89%-kal emelkedett. Ha megnézi Nagy-Britanniát, ott bár ebben voltak valószínűleg statisztikai hibák is, olyan esetek, amelyek nem kerültek be a nyilvántartásba, de ott is egy hét alatt 116 ezerről 224 ezerre emelkedett a fertőzötteknek a száma, és még lehetne sorolni más országokat, Romániát, Németországot, Szlovákiát, Írországot, Csehországot, Spanyolországot, Olaszországot, Dániát, ahol nagyon nagy mértékben emelkedik, sőt, sajnos rekordokat dönt a fertőzötteknek a száma. Így is Magyarországon a fertőzötteknek a száma, hogyha 100 ezer lakosra vetítjük, akkor fele akkora, mint Máltán vagy Svájcban, vagy közel fele akkora, mint Ausztriában, de harmad annyi, mint Csehországban, Franciaországban, negyed annyi, mint Belgiumban, vagy ötöd annyi, mint Spanyolországban, vagy hatod annyi, mint az USA-ban. Tehát hála Istennek, hogy bár fut föl a fertőzések száma, de nem olyan nagy arányban, mint más, nálunk akár gazdagabb országban is. Ön is tudja talán, és talán most csak pontatlanul mondta, hogyha valaki a koronavírusnak a tüneteit tapasztalja magán, akkor nem felkeresnie kell a házi orvosát, és ezt fontos sokszor elmondani, hanem telefonon kell bejelentkeznie, pontosan azért, hogy a fertőzés kockázatát csökkenteni tudjuk. Ön is tudja, hogy az elmúlt években, az elmúlt egy évtizedben nagyon sok pozitív változás történt a házi orvoslás kapcsán, hiszen több mint 70%-kal emelkedett az egy praxisra jutó támogatásnak a mértéke,
valahol ez 7-800 ezer forint környékén volt akkor, amikor önök kormányoztak, és most 1,5 millió forint fölött van, amikor mi kormányzunk. Elindítottuk mind a letelepedési támogatást, mind a praxis támogatást, hogy a praxisok megvásárlásához és a letelepedéshez is akár 10 milliós vagy 20 milliós visszanemtérítendő támogatást kapjanak a házi orvosok, és így sikerült már jóval több mint 500 000 embernek a háziorvosi ellátásáról gondoskodni, és több mint 4,5 millió embernek a fogorvosi ellátásáról, és ezt szeretném majd folytatni a következő egy percben. Köszönöm. Megköszönöm államtitkár úr válaszát. Viszont válaszra megadom a szót képviselőasszonynak, parancsoljon egy percben. Államtitkár úr, 2010-ben még 176 házi orvosi körzet volt betöltetlen. 176. Most 562. Sőt, mondhatjuk azt, hogy néhány hónappal ezelőtt még 33 házi orvosi körzettel több volt betöltve, mint amiről most beszámolok. 562 államtitkár úr legalább. Ön szálljon magába, és ne mondja azt, hogy mennyivel jobb most a betegeknek, mert mennyit javult a helyzet. 562 a 176-hoz képest. És államtitkár úr, az nem vigasztalja a magyar embereket, hogy ön azt mondja, hogy telefonon valakit fel lehet hívni. 720 ezer magyar honfitársunk ma nem tud hozzájutni az alapellátáshoz. Hiába fizet érte, vagy fizetett érte, egyszerűen nincsen házi orvos a saját körzetében. 720 ezer ember. Hát akkor legalább ne álljon fel és mondja azt, hogy itt mennyit javult az elmúlt években, mondjuk az elmúlt 10 évben a helyzet nem javult. És államtitkár úr, ön is nagyon jól tudja, hogy ma Magyarországon a vírussal kapcsolatban nem kapunk pontos számokat, mert önök nem hajlandóak úgy tesztelni, ahogy a WHO előírja, és ahogy kellene, hogy legalább valós képet kaphatnánk. Az elmúlt héten felére esett vissza a tesztelések száma, államtitkár úr. Ne hazudjanak most már tovább. Lejárt. Köszönöm szépen. Tisztelt országgyűlés, viszont válasz illeti meg államtitkár urat, miniszterhelyettes, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház. Lehet, hogy ő nem mondja azt, hogy a WHO szerint tesztel Magyarország, csak Lídia Lazeri, a WHO Magyarország irodavezetője mondja azt, hogy a WHO protokoll szerint tesztel Magyarország. Talán nem volt itt a naprendelőtti felszólásoknál, ahol elmondtam a konkrét számokat, hogy még szeptember elején 1000 és 2000 között mozgott a napi tesztelések száma, most a napok többségében 10 000 fölött van, tehát többszörösére nőtt a tesztelések száma. Tisztelt képviselőasszony, az önök kormányzásához képest 76%-kal fordítunk többet házi orvosok támogatására. Az önök idejében egy házi orvos bevétele átlagosan havonta 867 ezer forint volt, önök 867 ezer forintot adtak egy praxisnak, mi 1.634 ezer forintot adunk átlagosan egy praxisnak. Ennek volt köszönhető, hogy az elmúlt időszakban 675 ezer embernek a házi orvosi ellátásáról tudtuk gondoskodni, mert a praxis támogatások révén, amelyre az idejében is több mint 1 milliárd forint van, a letelepedés és praxis támogatásra sikerült ezt javítanunk, és sikerült ennyi embernek a házi orvosra gondoskodni. Mindenkinek az alapellátása megoldott, mert akinek nincs saját házi orvos, az helyettesítéssel megoldott, és arra fogunk törekedni, hogy magasabb szintű alapellátás legyen a praxis közösségek keretében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter helyettes úr válaszát. Tisztelt országgyűlés, Sebián Petrovszky László, a DK képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak. Meddig tart lefordítani egy alkotmánybírósági döntést a cselekvés nyelvére, ha igyekeznek címmel? Miniszterelnök úr távolléte miatt válaszadásra Varga Mihály miniszterelnök helyettes urat kéri fel. Kérdezem, képviselőt elfogadja a válaszadó személyt? Önne a szó, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, májusban, vagyis több mint öt hónapja próbáltam szembesíteni, és tettem szóvá miniszterelnök úrnak azt, hogy noha az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette azt a törvényt, amely a rokkant nyugdíjakat megvágta néhány évvel ezelőtt, és a Fidesz által beteljesztett, Fidesz által elfogadott törvény több százezer embert hagyott az út mentén, több százezer rokkant nyugdíjat csökkentett le, vagy a érintettek 10%-át effektíve kiejtette a rendszerből, mégis az Alkotmánybíróság ezt törvénytelennek minősítette. Mit kíván tenni a magyar kormány, hogy orvosolja ezt a problémát? Még egyszer mondom, az az Alkotmánybíróság döntött így, amelyikben már teljes egészében az összes tagot önök delegálták, tehát nem lehet azzal vádolni őket, hogy az ellenzékhez közel álló tagok hozták volna meg ezt a döntést. A határidő erre
múlt év március 31-e volt, tehát amikor májusban én ezt kérdeztem a miniszterelnök úrtól, már akkor több mint egy éves csúszásban voltunk, azóta eltelt újabb 5 hónap, semmi nem történt, nemhogy a kártalanításról, egyáltalán a rendezésről nem beszélhetünk. Itt akkor is elmondtam, hogy vannak olyanok, akik a havi 122.000 forintos juttatásuk helyett már csak 30.000 forintot kapnak havonta. A miniszterelnök úr akkor a jogtalanságot elszenvedőkre próbálta hárítani a felelősségét, szerintem felháborító módon. A döntés azonban, az Alkotmánybíróság döntése világosan kimondta, hogy ez elfogadhatatlan, az a szabályozás, hogy egy fél lábát elveszítőnek ismét meg kell vizsgáltatnia magát, hogy vajon kinőtte a fél lába az időközben. Mindazonáltal akkor a miniszterelnök úr a válaszát ezzel fejezte be, és itt hadd idézzem, nem olyan egyszerű lefordítani az alkotmánybírósági döntést a kormányzati cselekvés nyelvére, de igyekszünk és dolgozunk rajta. Miniszter úr, azt kérdezném akkor a kormánytól, hogy csaknem 5 hónapjuk volt erre, hogy dolgozzanak ezen a törvényen, illetve a törvény korrigálásán, mégis meddig tart önöknek lefordítani ezt a döntést, mit jelent az, hogy igyekeznek? Ez jelent az igyekvést? Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, megadom a szót a Varga Mihály miniszterelnök helyettes úrnak, parancsoljon miniszterelnök helyettes úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt képviselő úr. Először is tisztázzuk, hogy mi volt a cél ezzel a módosítással. A megváltozott munkaképességű személyek ellátó rendszerének 2012. évi átalakítása azt a célt szolgálta, hogy a korábbi szerteágazó ellátó rendszerből egy egységes, az orvosi, a foglalkoztatási és szociális szempontokat is figyelembe vevő rendszert sikerüljön felállítani, ami komplex minősítésen alapul és a biztosítási elvet követi. Az ön által mondottakkal ellentétben az Alkotmánybíróság nem az átalakítás alaptörvénybe ütközését állapította meg, hanem a nemzetközi szerződésből származó jogalkotói feladatok elmulasztását. Ez két különböző dolog, képviselő úr. Tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság konkrét intézkedések megtételére nem tett javaslatot, így az érintettek részére kártérítés és annak kamatai fizetésére sem kötelezte sem a kormányt, sem az országgyűlést. Az Alkotmánybíróság a rokkantsági ellátások átalakításának alkotmányosságát korábban már vizsgálta, és azt nem találta alaptörvénybe ütközőnek. A 3252/2017 AB alkotmánybírósági végzésben 2017-ben megállapította, hogy az alaptörvényben rögzített tulajdonhoz való jog sem jelenti azt, hogy az egyszer megállapított juttatást utóbb ne lehetne felülvizsgálni, és az érintett állapotának a függvényében azon változtatni. Tisztelt képviselő úr, le van fordítva az Alkotmánybíróság döntése, értelmezte a kormány, és ezt tudom önnek megállapítani. Még engedje meg, hogy annyit hagyd tegyek hozzá a rendelkezésemre álló időben, hogy 2020-ban 46 milliárd forint költségvetési forrásból 375 akreditált munkáltató részesült pályázat útján támogatásban, amelyből mintegy 30.000 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását tudjuk biztosítani. Örülök tehát annak, hogy a rendszer működőképes, és ezeknek az embereknek az ellátására további forrásokat tudtunk biztosítani. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, miniszterelnök helyettes úr. Viszontválaszra megadom a szót képviselőnek, parancsoljon képviselő úr. Azt mondja miniszter úr, hogy a rendszer működőképes, és ennek örülünk, és meg is tapsolják. Magyarán megtapsoljuk azt, hogy több mint 100.000, egyes adatok szerint 140.000 ember rosszabbul jár ezzel a helyzettel, és ezt a kormány úgy okozta, hogy tetszik, nem tetszik, bármelyik paragrafusba kapaszkodhatunk, de mégiscsak az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette ezt. Nem vitatható, hogy a feladatot rótt a kormányra, mégpedig múlt év március 31-ig, hogy ezt a problémát valahogy orvosolja. Eltelt másfél év, vagy most már majdnem 2 az Alkotmánybíróság döntésétől számolva, nem kaptam arra választ, hogy mi lesz ezekkel az emberekkel. Lehet azt mondani, hogy az Alkotmánybíróság nem fogalmazta meg, hogy kártérítési kötelezettsége lenne a kormánynak. Én arról beszélek, hogy de ha a kormány rossz helyzetbe hoz több százezer embert, igenis erkölcsileg köteles arra, hogy valahogy a helyzetüket rendezze és kártérítse őket. Igen, én ezt követelem önökön. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, viszont válasz illeti meg Varga Mihály miniszterelnök helyettes urat, parancsol. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselő úr, a vita köztünk megmarad, mert ön abból indul ki, hogy a megváltozott munkaképességű emberek között azonos státuszú, azonos fizikai, egészségi állapotú emberek vannak, holott ez nincs így. Ezt kérem vegye figyelembe. Mindezek mellett hangsúlyoznom kell továbbra is, hogy ha ön elégedetlen azzal, hogy több embernek lett közben munkája,
akkor az önök, hogy mondjam, szociális vagy munkavilágához való hozzáállását mutatja. Én azt tudom önnek mondani, hogy a megváltozott munkaképességű fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatási aránya 2010-ben 18% volt, napjainkra pedig 43,6%-ra növekedett. Tehát több embernek tudtunk ellátást biztosítani, és több embernek tudtunk olyan munkalehetőséget biztosítani, amin keresztül nem elsősorban szociális ellátást, hanem jövedelmet tudott kapni. Ami pedig a fizikai állapotváltozás mértékének a viszonylagos megállapítása kérdésére vonatkozik az ön véleménye. Nézze, ez egy orvos szakmai szempontból is komoly feladat, ezért egy jogszabálymódosítás csak egy előzetes felkészítéssel és egyeztetéssel lehet megtenni. Minden érintettre tekintettel kell lenni ebben a kérdésben. Köszönöm. Megköszönöm miniszterelnök kettes úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés, Keresztes László Lóránd, az LMP képviselő.